Kérdésnek ez az apropója, hogy szeretnénk adni nektek, szeretnénk tenni valamit, és nem tétlenül nézni azt, ami történik. Most is ezt tesszük, ugye a szomszédunkban háború van, ez hatással van, és hatással lesz a mi életünkre. És hát mi azt tűztük a zászlunkra az alapításunkkor, hogy támogatjuk a tanárokat, és segítjük őket, amiben csak tudjuk, és ennek a mai beszélgetésnek is az a célja, hogy válaszokat és eszközöket adjunk nektek. Mindezt hogyan? Hát természetesen partnerként, veletek dialógusban, ezért is küldtünk ki nektek egy kérdőívet, és nagyon-nagyon köszi, hogy kitöltöttétek ezeket a kérdéseket. Hívtunk szakértőket, és természetesen beletesszük azt a tudást ebbe a beszélgetésbe, amit mi tudunk adni Hősök tereként, a szociálpszichológiai tudásunkat, és természetesen a lelkesedésünket. A ma estének az a célja, hogy válaszokat keressünk, eszközöket adjunk nektek, vagy ha nem találunk ilyeneket, akkor legalább jó kérdéseket tudjunk föltenni, amin tudtok aztán egy picit gondolkodni később. Mert hogy van egy probléma, ami miatt most beszélgetünk, és ez a probléma, ez ráadásul nem önmagában jelentkezik, tehát nem csak egy háborús konfliktus van a közelünkben, hanem 2 év COVID után vagyunk, ami azért megrongált minket, és a diákjainkat is, és van egy globális klímahelyzet, ami szintén aggodalomra ad okot a gyerekeinkben. Szóval elég komplex a helyzet. Ráadásul én azt gondolom, hogy mi az a korosztály vagyunk, akiknek nincsen közvetlen, jó részt nincsen közvetlen háborús tapasztalata. Békében nőttünk föl, legfeljebb a nagyszüleinktől hallottunk személyes történeteket. Minket is érint ez a helyzet, megráz minket, aggodalom van bennünk, félelem. Nem feltétlen vannak válaszaink. És hát azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek egy része szóba hozza ezt a történetet, vagy ezt a helyzetet, a gyerekek egy része pedig nem. Amit még észrevettünk ebben a témában is, hogy itt is bekapcsolnak azok a rejtett mechanizmusok, amelyek nagyon könnyen közönnyössé vagy passzívá tesznek minket. Mondok 1-2 példát, ezeket egyébként ki is emeltük a kérdőívben. Nincs időm ezzel foglalkozni, magam is félek erről a témáról kommunikálni, vagy nem akarok még nagyobb félelmet generálni, nem akarok fájdalmat okozni, esetleg ez nem az én dolgom. Tehát ilyenek kapcsolnak be bennünk, amik eltávolítanak minket attól, hogy szóba hozzuk, hogy beszélgessünk róla, pedig valószínűleg nem nagyon lehet kihagyni ezt, de majd erről fogunk még beszélgetni. Most arra kérnélek, Helga, hogy oszd meg a kérdőidnek az eredményét, és közben bemutatnám a szakértőinket, először is Táli Katát, aki a Hintalovon Alapítványnak a munkatársa, és a Nemecsek programnak az egyik vezetője, pszichológus. Szia, Kata, nagyon örülök, hogy itt vagy. Sziasztok! És nagyon örülök. Mindig nagyon örülünk, amikor más civil szervezetekkel együtt dolgozunk, mert azt gondoljuk, hogy együtt többek vagyunk, mint külön-külön. És Zwickl Anna Máriát, Panni néven van itt a csapatban. Zwickl Anna Máriát is szeretettel köszöntöm, aki 2 sapkában is itt van, mert egyrészt utazó gyógypedagógus, és felolvasom, mert nagyon hosszú, a Közép-Budai Tankerületek Utazó Gyógypedagógiai Hálózatának a vezető helyettese, szóval gyógypedagógusként is itt ül, illetve Panni az önkéntes követe a Hősök terének most már jó pár éve, ami azt jelenti, hogy ő diákoknak tart workshopokat. Tehát jelen van, egyéniben is, csoportban is találkozik diákokkal iskolában, tehát valós tapasztalata van neki is első kézből a diákokról. És akkor nekem az lenne az első kérdésem hozzátok, hogy mi az, amit ti
ebből a kérdőívből így leginkább kiemelnétek a válaszok közül? Most ugye az első ábra látható, talán nem is ez a legfontosabb, hogy beszélgettél-e már a diákjaiddal, a válaszadók nagy része igen, illetve itt látható ezen a második kördiagramon, hogy ki hozta szóba a témát. 73%-ban írtátok, hogy a diákok, és körülbelül a válaszadók negyede írta azt, hogy ő hozta szóba ezt a témát, illetve amit még kiemelnénk és megmutatnánk ebből a kérdőívből, hogy mi az, ami nehézséget okoz, amikor beszélni kell a háborúról, mi az, ami nektek nehézséget okoz, és hogy lássa mindenki az eredményeket, csak azért ismétlem, ugye a legnagyobb mennyiség, vagy a legnagyobb részt azt írtátok, hogy én is félek a kialakult helyzettől, nem akarom ezt átadni a gyerekeknek. A második leggyakoribb nehézségként említettétek, hogy félek, hogy nem tudom kezelni a gyerekekben lévő feszültséget. A harmadik leggyakoribb válasz volt, hogy nem érzem kompetensnek magam a témában. A negyedik leggyakoribb pedig az volt, illetve holt versenyben harmadik, hogy tartok tőle, hogy olyat kérdeznek, amire nem tudom a választ. És akkor ezen kívül még voltak egyéb lehetőségek, tehát egyéb választ is adhattatok, és hát több olyan volt, ami ilyen félelmekről szól, hogy nem akarják, vagy nem akarjátok rátenni a gyerekekre ennek a súlyát, vagy a reakciókkal kapcsolatban vannak aggályaitok, illetve olyan válasz is volt természetesen, hogy nem okoz gondot, és ennek azért nagyon örülök, hogy ez is megjelent. No, szóval titeket mi szólított meg, Kata? Na hát, köszönöm először is a meghívást, mert én nagyon örülök annak, amikor nem azért hívnak meg, hogy előadjunk, vagy valamiről így frontálisan, még ha online térben is beszélünk, hanem hogy beszélgessünk, és hogy pont veletek, akik meg minden nap találkoznak a diákokkal. Én jóval kevesebbet találkozom így a Hintalovon zászlaja alatt diákokkal, mint ti, mert hogy nekünk vannak ugyan gyerekjogi követeink, de azért az nem egy napi szintű találkozás, hanem egy ilyen közös munka, és persze velük nagyon sokat beszéltünk a háborúról, meg így van sok közös pont, de hogy nem ez a fő, amivel így velük kapcsolatban foglalkozunk. Nekem különben a legelső kérdés volt a legérdekesebb, bár persze nyilván, aki egy ilyen beszélgetésre eljön és regisztrál, annál feltételeztem, hogy akkor már beszélgetett gyerekekkel a háborúról, mert hogy a mi tapasztalatunk, meg így a mi gyerekjogi követeink tapasztalata is az, meg én így iskolapszichológusként is, az, hogy nem nagyon. Szóval, hogy ez a félelem, ami aztán itt a későbbi válaszokban is megjelenik elég sok ponton, az azt okozza legelső körben, hogy inkább nem beszélünk erről. Mondjuk most már egy hónapja tart, és hogy biztos, hogy más a helyzet most, mint hogyha az elején kérdeztük meg a tanárokat, akkor sokkal nagyobb volt a nemek aránya, és most már nem nagyon lehet ezt kikerülni, hogy beszéljünk erről, de hogy ez át is visz engem arra a kérdésre, amikor az a kérdés, hogy ki hozta fel a témát. És akkor ennek kapcsán, amit Kriszta mondott, hogy ugye ebből az jött ki, hogy azért a témának a nagy részét a diákok hozta fel. Tehát, hogyha így tesszük fel a kérdést, hogy az iskolának dolga-e az, hogy beszélgessen velük például a háborúról, ami őket érinti, akkor ez igazából már nem válik kérdésé, mert hogyha az a dolga az iskolának, vagy arról fontos beszélni, amit behoznak a diákok. Szóval, hogy mi felnőttként, meg pedagógusként, meg intézményvezetőként dönthetünk úgy, hogy bizonyos kérdésekről nem beszélünk, vagy bizonyos dolgokról nem. Ennek nem itt van a tere, hanem mondjuk otthon van a tere, vagy ez nem az iskola dolga, például az online tér, csak hogy más témát is hozzak, mint a háború. Például az online bántalmazás lehet néha egy tipikusan olyan példa, amire mondhatja egy iskola azt, hogy ez azért inkább ilyen szülői koordináció, meg szülőnek a feladata az, hogy így a gyerekét ezt mondjuk tudatos internet használóvá tegye. Viszont amikor azok a gyerekek, ugye hol vannak közösségben, az iskolában vannak közösségben, hol ki
kik között fog történni mondjuk online bántalmazás, vagy Viber csoportból való kirekesztés, vagy bármilyen zaklatás online, hát általában osztálytársak között, vagyis sokkal nagyobb arányban történik ez mondjuk gimnazista, vagy felsőtagozatos korban már osztálytársak között, és akkor már is nem mondhatja az iskola azt, hogy hát én erről nem beszélgetek a gyerekekkel, vagy ez nem tartozik rá, mert hogy ez az a közösség. És hogyha a diákok hozzák ezt a témát, hogyha mondjuk nem gimisekről, hanem kisebbekről beszélünk, mondjuk általános iskola alsó tagozata, az ugye még nagyon más így a háborúval kapcsolatos beszélgetésben, de megjelenik a játékaikban, megjelenik a veszekedéseikben, megjelenik akár még kisebbeknél, abszolút óvodában is a rajzaikban, vagy ahogyan játszanak a Lego figurákkal, akkor az ott van, és hogy azzal kell kezdeni valamit, úgyhogy az iskolának olyan extra feladatai és olyan extra dolgai lettek, ami pláne így a háború kapcsán, amire hát így tudjátok a legjobban, nem biztos, hogy erről ez akár a életkoruknak megfelelően jól lehet velük erről beszélni, vagy ki az, aki erről jól tud beszélni. Ezen a ponton átadom a Panninak, mert aztán még biztos, jó, hogy... Jó, nagyon köszi. Nekem ez a kettő, ami így eszembe jutott. Köszi, Kata. Köszönöm. Én is nagyon örülök, hogy itt lett. Egy kicsit izgulok, mert hogy ez a két sapka a fejemen, ez egy olyan téma, amiről ugye beszéltünk, hogy mindenkinek új, és mindenki most tájékozódik, és ki tudja, hogy jól tájékozódik-e, majd erre is kitérek. Nekem... Pont a fordított sorrend volt az, amiben elkezdtem gondolkozni így a kivetítés kapcsán, és nekem ami legerősebben bejött, és aztán ez visszahat majd oda, hogy ki hozta szóba hozta, az, hogy amikor részleteiben a válaszadók válaszoltak arra, hogy akkor mi is a legnagyobb probléma, akkor nekem az rajzolódott ki leginkább, hogy egyedül akarom megoldani, és ettől, hogy egyedül akarom megoldani, hát persze, hogy bekapcsolnak olyan rejtett vagy valós mechanizmusaim, félelmeim, amely során ténylegesen blokkol, és ténylegesen aztán az előző kérdésekre már nem fogok aktívan, proaktívan reagálni. Tehát, hogy illetve ti bizonyára fogtok, hiszen bennetek ott mozog, de aki mondjuk nem tudatosítja azt, hogy ezzel dolga van, igazából a hárítás indul be. Szóval nekem a legerősebb az volt, hogy itt a válaszok, a szöveges válaszokból az jött le, hogy én ott egyedül vagyok az osztályban, nem biztos, hogy mindenre tudom a választ, és ha nem tudom mindenre a választ, akkor inkább bele sem kezdek. És igazából én, ha majd beszélgetünk tovább, akkor én azért ebbe az irányba szeretnék menni, például az egyik fő területünk is a bámészkodó hatásnál. Tehát az, hogy egy közösség, ami nem csak a gyerek közösséget jelenti, hanem egy tantestületi közösséget, egy munkaközösséget, az ebben az esetben is egy erőforrás kell, hogy legyen. És valahogy a válaszadásból ez a fajta közös erőforrás nekem így nagyon-nagyon gyorsan kirajzolódott, hogy itt valami hiányzik, és ez persze lehet, hogy más területen is, megmondom, hogy én tudom, hogy ez ott van, hiszen egy sajátos nevelési igényű gyermek integrálása során is néha megáll a tudomány, azért, mert egyedül marad valaki ezzel a problémával, pedig sok esetben pontosan a tudás megosztás és az erőforrásoknak a felosztása és a felelősség közös vállalása elindíthat egyrészt ugye a közös ventillálást, közös gondolkodás, közös célt, aktivitást vagy proaktivitást, tehát hogy nekem ez az, ami a legerősebb szál volt, és én azt gondolom, hogy ha majd a megoldás irányába gondolkozunk, akkor én mindenféleképpen ebbe az irányba gondolkoznék, vagy gondolkoznék veletek együtt, mert kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan gondolkoztok erről. Nagyon köszi. Én annyit tennék csak hozzá, hogy azért ez nem a tanárokra jellemző, hanem ez alapvetően ránk emberekre jellemző, hogyha helyzet van, akkor az alap beállítódás az az, hogy egyedül szeretnénk megoldani. Azt a kérdést szeretnénk eldönteni, hogy tudok-e egyedül segíteni, vagy nem tudok egyedül segíteni ebbe a helyzetbe. Ez az alapvető, és nagyon köszi, hogy ezt kihangosítottad, hogy ebben a helyzetben sem kell feltétlenül egyedül megoldást találnunk. Jó, szerintem menjünk erre a harmadik diagramra,
Mit tapasztaltatok ebből, vagy mit láttok ebből, mit szeretnétek megosztani velünk, Kata? Én nagyon tudok ahhoz kapcsolódni, amit Panni föl is írta magamnak, így még amikor néztem a kérdőívet, hogy fontos-e a tanárok jól léte. Most ez biztos egy ilyen provokatív kérdés, pláne egy sztrájkokról után, közben, alatt. És hogy most nem csak az anyagi megbecsülés, meg minden, ami ehhez kapcsolódik, hanem hogy amikor egy iskolában vagyunk, azért azt tudjuk, vagyis egy jól működő iskola, vagy egy iskola, ami gyerek érdek szerint, vagy jól lét, tehát hogy fontos az, hogy ott mindenki jól legyen, hogy nem csak a gyerekeknek a jól léte a fontos, hanem pont ugyanannyira fontos a tanárok jól léte, és így a nem csak a fizikai jól léte, a megbecsülése, hanem a lelki jól léte, és egy ilyen helyzetben itt ugye kilépünk a tanári szerepből, vagy kilép mindenki abból a szerepéből, ami éppen aki, hanem annyira erősen jönnek be az érzelmeink, meg annyira erősen, szimplán emberként, vagy így ez ilyen bután hangzik, de hogy hát így nagyon erősen ott vannak az érzelmeink, ezért úgy reagálunk, ahogyan éppen tudunk reagálni. Szóval ez a sok félelem, ami ebben megjelenik ebben a diagramban, az totálisan érthető, hogy nem csak a mert hogy egy történelemtanár félhet, nyilván magabiztosan tud odaállni egy tanári vagy egy diák közösség elé, mert hát az most olyan nyilván lesznek tök jó, ha jó kérdéseik vannak, de azért a válaszai nagyjából megvannak, nagyjából mindenre, vagy ha nincsenek, akkor azt nagyon jól tudja kommunikálni, de van egy ilyen helyzet, aminek semmi köze az ő szaktudásához, mégis ott van az ő óráján, és valahogy arra mégiscsak reagálni kell, és én engem megfogott az, hogy megoldás, meg megoldani akarjuk, és hogy valahol nagyon jó, hogyha elfelejtjük ezt a szót szerintem ebben a helyzetben, mert itt nincs megoldandó feladat, itt nem megoldanunk kell, meg nem kezelnünk kell problémát, hanem egyszerűen csak jelen lenni valahogy abban a helyzetben, ami mégiscsak biztonságot ad a gyerekeknek, és hogy mi ad ebben a helyzetben biztonságot, hogy nem biztos, hogy az, hogy a tanár ő úgy nagyon felkészült, és mindenre tudja a választ. Én azt gondolom, hogy inkább az ad biztonságot, hogyha meghallgatódik az, ami bennem van, hogyha van tér arra, hogy beszélünk arról, hogy mi történik, és hogy az is egy valid válasz egy tanártól, hogy ne haragudjatok, én most nagyon rosszul érzem magam, és nem tudom, elsírnám magam, mert nem tudom, hogy mi a jó. Szóval, hogy a nem tudom is egy jó válasz arra, hogy éppen most mi a helyzet. Azon belül persze, hogy az tök fontos, és persze korosztályonként másképp érdemes erre reagálni, de hogy amikor mondjuk egy gyerekekkel elkezdünk egy ilyen fajta beszélgetést, akkor ez nagyon érdemes, bár nem akarok még a megoldás irányába elmenni, csak ugye ez mégiscsak ez jön elő, hogy nagyon jó, ha nem rögtön kérdéssel kezdünk, hanem egy kis információt adunk, egy kicsit abba, hogy itt most mi azért biztonságban vagyunk. Szóval, hogy valahogy leszögezzük azt a teret, meg azt a keretet, amiben most vagyunk, és hogy az is nagyon jó, hogyha tudjuk kötni bizonyos élethelyzetekhez azt, ami most történik, tehát valamiféle magyarázatokat azért mégiscsak, hogy mi az, hogy konfliktus, mi az, hogy háború, adunk, és utána tesszük fel azokat a kérdéseket a gyerekeknek, hogy és különben ti hogy vagytok vele, és én teljesen tudok azonosulni azzal, hogy valaki fél, mert úgy tanárként attól, hogy és hogyha erre valaki elsírja magát órán, vagy valaki nagyon szélsőségesen reagál, akkor mi van? És hát akkor jó, szóval, hogy ezek teljesen abszolút megtört, tehát el tudom képzelni, hogy ilyenek megtörténnek, és biztos majd ti is mondtok ilyen példákat, majd én kíváncsi vagyok. Sőt, bátorítanálak is benneteket, hogy ha most felmerül bennetek kérdés, akkor nyugodtan írjatok chatbe, vagy bármi olyan, amit megosztanátok a többiekkel, mert ne maradjanak benne ezek. Szerintem ez abszolút jól formálhatja a beszélgetést. Igen, Kocskata. Már csak egy pár gondolattal aztán nem szeretnék így hosszabb beszélni, csak hogy így visszatérve a tanárok jól létére, hogy azt hiszem minden helyzetben az nagyon fontos, hogy a tanárok így ne maradjanak egyedül. Igaz, hogy egyedül mennek be jellemzően a tanterembe, de hogy azért nagyon sok mindent lehet tenni azért, hogy így felvértezve, egy kicsit lelkileg felvértezve menjenek be. Nem úgy értem, hogy mindenben képbe kell lenniük abba, hogy most éppen mi történik, hanem valahogy tantestületen belül nagyon jó, hogyha erre van tér, idő, dedikált idő, meg hely arra, hogy beszélgessetek egyáltalán arról, hogy reagálunk. Ami biztos, hogy amúgy a tanáriba, gondolom, hogy ez így úgy előfordul, de hogy erre így
akár dedikáltan, hogy legyen egy saját, nem azt mondom, hogy saját álláspont, csak valami mankókat kapjanak a tanárok így akár a vezetéstől arra, hogy ezt be lehet hozni, ilyen, nem tudom, szorongáscsökkentő gyakorlatokat lehet alkalmazni, ha valakit jobban, szóval, hogy konkrét segítséget így a tantestületen belül is nagyon jó, hogyha erre van egy ilyen közös felület. És az ugye, hogy az, hogy minket is stresszel, tehát, hogy mindenki, mi is félünk, szorongunk, és hogy ezzel is valamit kell kezdeni, szóval nagyon nehéz úgy bemenni egy órára, gondolom, ti ezt sokkal jobban tudjátok, hogy így magunk előtt ezt nem tisztáztuk le. Én azt is, szerintem az is egy, hogyha mindezek után, hogy erről így beszélünk, és még mindig valaki úgy érzi, hogy de, hogy ő erről egyáltalán nem szeretne beszélni, mert nem érzi magát ebben semmilyen formában komfortosak, mert mondjuk nagyon rosszul érinti, és mondjuk sírva fakad, ezt nem akar egy gyerek előtt, akkor szerintem ezt is lehet kommunikálni, hogy a gyerekek felé. Szóval szerintem csak a nyílt és őszinte kommunikáció az egyetlen, ami a lényeg. Attól kezdve mindenki fontos, hogy hiteles maradjon abban, és hogy az sem kell, hogy átessünk a másik végletbe, hogy hát, hogy erről kell, mert bennetek biztos van kérdés, mondja egy tanár a gyerekek felé, de közben ő meg ettől rosszul van. Szóval, hogy ha a tanárok jól léti a kérdésre visszatérünk, akkor ez sem a jó megoldás. Átadom a szót. Fanni. Abszolút így belekapaszkodnék az őszinte reakcióba. Tehát, hogy azért leginkább ebben a helyzetben a bizonytalanságban kell bizonyossat adnunk. És a bizonyosság az a mi őszintességünk, ami beadott esetben a gyerekek, a fiatalok bele tudnak kapaszkodni. Hogy őszintén azt mondom, hogy most ezt nem tudom, vagy hol tudok utána nézni. Tehát ugye én azt gondolom, hogy hamar leveszik, hogyha ha okoskodunk, vagy hárítjuk, vagy. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért az őszintesség ebben a bizonytalanságban egy nagyon-nagyon erős kapaszkodó. Az én tapasztalatom, és most egy picit kitérnék arra, hogy mit láttam, és elmondom, tehát egy ilyen mini csoportban, kis csoportban kérdeztem sok-sok-sok-sok gimnazistát meg, hogy az elmúlt hetekben ők mit kaptak a tanáraiktól, milyen beszélgetések zajlottak, és bizony megerősítem azt, amit Kata mondott, hogy az én tapasztalatom kifejezett. Nagyon-nagyon-nagyon kevés beszélgetésről szólt. Leginkább ezek történelem órán, vagy egy-egy aktuális tananyagban egy fél mondat erejéig jelentek meg ezek a tartalmak. Amit én azért el tudok képzelni, és nagyon bele tudom abba a szituációba képzelni magamat, mind a gyerek, mind a pedagógus részéről, hogy bemegyek egy 36 fős gimnáziumi osztályba, ahol azért azon kívül, hogy tananyagot adok le a többi 180 közül pont ennek a 36-nak, nem ismerem őket annyira. Tehát nem merek belemenni ebbe a szituációba, mert annyira nem tudom, hogy mi lesz a reakció, hogy lesz-e majd egy hangadó, az az öt ember, aki viszi a prímet, és nem derül ki számomra, hogy ott különben öt szétszorongja magát, és leginkább elsírná magát, nem is fogom adott esetben észrevenni, vagy észreveszem, de tehetetlen vagyok. Tehát, hogy abszolút érthető ez a félelem, és én ezért gondolom azt, hogy a tantestületi közösségnek, a vezetésnek, a vezetés presszionálásának, bevonásának nagyon-nagyon nagy lehetősége van, vagy jelentősége kell, hogy legyen ebben a helyzetben, mert bizonyos szaktanári jelenlétel, osztályfőnöki jelenlétel nem mindig oldható ez föl, mert 36 főben, akárha mi bemegyünk Hősök tere workshopot tartani, egy vadidegen közösségbe, hát vannak a bámészkodók, ugye, a bámészkodó hatásnak egyes szereplői, hogy egész egyszerűen az a bámészkodás az arról szól, hogy ő valamiért passzív marad, és annak a motivációját nem fogjuk tudni ott abban a szituációban meglátni, felfedezni, ha csak nem mi vagyunk az osztályfőnökök. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy én mondjuk olyanban tudnék gondolkodni, hogy minden iskolában léteznek olyan segítő tímek, amelyben olyan segítő szakemberek vesznek részt, akik,
akik azért egyrészt másfajta strukturálatlanabb időbeosztással, vagy legalábbis rugalmasabb, mondjuk így rugalmasabb időbeosztással az adott jelen szükségletre igazítva is tudnak valamilyen időt szakítani. Hát, hogy azt gondolom, hogy itt a pszichológus, fejlesztőpedagógus, szociális munkás, bárki, aki mentálhigiénés segítő, azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepet kellene, hogy betöltsön ebben a körben. Illetve azt gondolom még, hogy ez is, azt is tapasztaltam már, meg hallottam ilyet kollégától, hogy már nem bírnak leállni, és már szinte sportot űzünk abból, hogy akkor a háborús válságról beszélünk, hiszen a kamasz gyerekek azért szeretik ezt meglovagolni is. Nagyon fontosnak látom azt, hogy legyenek ennek olyan kijelölt időpontjai, lehetőségei, amelyek mondjuk egy napkezdő negyed órában megjelenhetnek, és akkor annak ott van a helye, és nem válik partalanná, ezáltal nem terhelődik meg az adott tanár az adott tanóráján, viszont nyugodtan mehet be úgy, hogy ő tudja, hogy a gyerekekkel át tudták ezeket beszélni. Tehát, hogy ezek ilyen praktikák, de ezek ténylegesen csak úgy valósulhatnak meg, hogyha a tantestület erről vált egy-két szót. Olyan gondolatmenetben is például, hogy nem relativizálva azt, hogy itt egy ukrán-orosz konfliktusról van szó, hanem azért kimondani azt, hogy itt az ukrán népről van szó, és mondjuk az orosz hadseregről, vagy az orosz vezetésről, mert ebben a pillanatban is már egy picit jobban értelmezhetővé fog válni későbbiekben magának a történetnek a lényege. Amit még el akartam mondani, és ez egy picit kitekint, és oda az első kérdésekhez kapcsolódik, hogy miért fontos, hogy beszéljünk róla, túl azon, hogy tele vagyunk félelmekkel. Azért, mert a gyerekek fognak róla beszélni. A gyerekekhez el fog jutni, hogyha így a 14-től vagy 13-tól nézzük a nagyobbakat, hiszen a Hősök tere programjaiban főleg ilyenkorú gyerekek vesznek részt. Ha egy nem vezetett, pedagógus által nem kontrollált, egy intézmény által végig nem gondolt tartalmakhoz jut a gyerek, és jut, mert bőségesen mindenhez hozzájut, akkor azt gondolom, hogy sokkal rosszabbul jár mindenki, mint úgy, hogy ezt szóba tudjuk hozni, és akár arra is fel tudjuk hívni a figyelmét, hogy nem a TikTok, Snapchat, Instagram tartalom az, ahol ezeknek utána lehet nézni, vagy az ott bejövő információk azok, amelyeket ők majd a szünetben megbeszéljenek, hanem egy pedagógus által végig gondolt beszélgetés szükséges esetleg arról, hogy tudják, és megint a biztonság, hogy tudják azt, hogy melyek azok a platformok, melyek azok a portálok, amelyekről ők valós tudáshoz jutnak, és melyek azok, amelyeken nem jutnak valós tudáshoz. És ez a bizonyosság már is kiszűri azt, hogy akkor mit engedünk hozzájuk, és én azt gondolom, hogy ez nagyon jelentősen a pedagógusnak a feladata is, és ezért fontos a proaktivitás ebben, hogy kezdjük el azt a beszélgetést, mert különben kiengedjük a kezünkből és a szellemet a palackból. Tehát, hogy akkor rossz irányba fognak elmenni, és az információt nem egy olyan helyzetből kapják, amelyet esetleg tényleg az iskolán belül egy irányítást is kapnának erről. Tehát nekem így ezek jutottak az eszembe. Nagyon köszi. Szerintem Helga most a megosztást le is tudod már venni. És nagyon-nagyon köszi, amiket mondtatok. Nagyon sok minden hasznos dolog elhangzott. Én azért így összefoglalnám azt, hogy mik számomra egyébként a legfőbb üzenetek, hogy nem feltétlen egyedül kell gondolkodnunk. Tehát, hogy ott vagytok egymásnak, tudjátok egymást segíteni, nem feltétlen
az órán kell ezeket a beszélgetéseket megejteni, akár lehet összefogva 4-5 tanár különböző szemléletmóddal, különböző habitussal összefog, és önkéntesen akár egy ilyen kora délutáni időpontban egy beszélgetést szervezni, ahol abszolút emberként, abszolút partnerként egymást meghallgatva tudtok a diákokkal erről mélyebben beszélgetni. Igen, egy pillanat. És csak ehhez akartam egy mondatot, ami ezt akartam mondani. Mond. Kortárs segítők. Igen. Hát még a kortárs segítők jönnének ide így, ugyanígy be. Ennyi. Igen, abszolút, mert hogy a tanár-diák kereteket abszolút szétfeszíti ez a téma, én azt gondolom. Tehát lehet, hogy nem is fontos, hogy ezek mentén, a keretek mentén beszélgessünk velük, hanem csak beszélgessünk velük. És amit a végén így említettél, Panni, és én erre mennék tovább, hogy még ezt járjuk körbe röviden, hogy mi a veszélye annak, hogyha nem beszélgetünk. Mert majd mindjárt arról fogunk beszélgetni, hogy jó, de hogyan, meg már el is indultunk a megoldás felé, mert mindig a megoldás felé haladunk szerencsére. Csak hogy azért van-e annak veszélye, hogyha nem beszélünk a gyerekekkel, mi lehet. És ugye a tájékozódás, az álhírek, stb. Ezt már mondtad, Panni. Van-e még más, ami eszetekbe jut? Hát én még azzal egészíteném ki, hogy ugye, hogyha arra a kérdésre, hogy miért olyan fontos erről beszélgetni, és miért ne hagyjuk egyedül a gyerekeket, akkor ugyanaz a válasz, mint hogy felnőtteknél, csak azzal súlyosbítva, hogy mi felnőttek azért könnyebben fordulunk talán egymáshoz, és talán nem. Tehát attól függ, hogy ki milyen korban van gyerek, és éppen melyik fejlődési szakaszában van, mások azok a feladatok, amiket teljesítenie kell. Úgy értem, hogy például a kamaszkorban, ahol újra nagyon erősen jelen van akár a halálon való gondolkodás, az identitás kialakulásával, meg alakulásával kapcsolatban, ilyen nagyon sorsfordító kérdések normálisan vannak elől, és most ebbe bekapcsolódik egy ilyen, ami tényleg élet-halál kérdés, akkor ott nagyon egyedül tudnak maradni a gyerekek, és nagyon, tehát hogyha vannak olyan helyzetek, amiben nagyon jó a kortárs segítés, és nagyon hasznos is a kortárs segítés, és vannak olyan helyzetek, amiben a felnőtt nagyon jó, ha bekapcsolódik, és szerintem pont a háborúról való beszélgetésben, hát azért a kamaszkorban kifejezetten proaktívan mondanám én azt, hogy ott, mivel ugyanazokhoz a tartalmakhoz férnek hozzá, pont ugyanazt látják percenként, azokat a teljesen szörnyű, meg más gyerekek halálát élő egyenes adásban akár látják, de ezeket az érzelmileg nagyon megterhelőeket egyedül, pláne gyerekként feldolgozni, az nagyon hamar vezethet tehát a szorongásnak a abszolút növeléséhez, és szimplán az, hogy beszélünk róla, nem a megoldásokat keressük, de önmagában a beszélgetés is már szorongás csökkentő. És hogyha ez még módszereket is adunk, vagy adunk olyan, akár relaxációs technikát, hogyha arra van szükség, de hogy ez akár egy 5-10 perces relaxáció is sokat segíthet, ha éppen azt látjuk, hogy mondjuk egy volt olyan helyzet is, vagyis én olyanról beszélgettem múltkor egy tanárral, ahol pánik irányába már elment mondjuk egy kislánynak egy ilyen beszélgetés. És hogy olyan példát is láttam, ahol a tanár viszont pont ebbe belelovalta magát, már mint jó értelemben, tehát ő tényleg szeretett volna nagyon komolyan beszélgetni a gyerekekkel, de volt olyan gyerek, aki viszont ezt nem bírta, hogy olyan ugyan nem megosztotta, tehát nem élő egyenesben néztek azokat az adásokat, amiket a híradók a gyerekek néznek, de hát, hogy elmondva viszont ugyanaz volt, szóval azért azt át lehet élni. És van olyan gyerek, akit ez például nagyon rosszul érintett, és már pánikhelyzet alakult. Szóval tényleg mindenféle helyzetbe lehet kerülni, de hogy önmagában a beszélgetésnek a szorongás keltő mi volta, azzal már nagyon sokat ad a gyerekeknek. És az, hogy ki van nyitva egy olyan csatorna, hogyha ami biztosítja a gyerekeket arról, hogy itt lehet erről beszélni. Szóval lehet, hogy most éppen nem, de hogy amúgy van egy nyitott fül, vagy egy olyan tér, ahol be lehet hozni azt, hogyha ez engem most így jobban foglalkoztat. Igen. És még talán csak annyit akartam volna hozzátenni, hogy így hogyha valaki egyedül marad ezekkel a kérdéseivel, ezekkel a gondolataival,
akkor azok nagyon fenntarthatják a szorongást, és még nagyon, tehát túlzásba is eshetnek, különösen az óvodáskort érintően, mert ők nekik a fantáziaviláguk ez nagyon el tudja vinni olyan abszolút a realitástól, mert ők éppen abban élnek, és aztán megint a kamaszoknál ez a gondolati torzítás, ez nagyon hamar bekapcsol, és rendkívül félelmetessé tud válni. Szóval nagyon sok tünete meg jele van annak, hogyha azt látjuk, hogy a gyerek nincsenek jól, és ezt nem mindig szavakkal fejtik ki, vagy nem mindig, a legtöbb esetben nem szólnak, hogy én most nem vagyok jól, viszont egy csomó mindent lehet rajtuk látni. Abszolút. Sőt, ennek a fordítottja is megjelenik, amikor azt látjuk a gyerekeken, hogy mintha minden a legnagyobb rendben lenne, és élvezik az életet, és mintha nem vennének erről tudomást. És azért jó, hogyha ízben tartjuk azt, hogy ez simán lehet, hogy csak a tagadása ennek az egész helyzetnek, mert akkora súlya van, hogy nem bírják el. És ezért kizárják a saját jelenükből. Tehát ez is egy reakció, és lehet mögötte nagyon komoly félelem és szorongás, csak nem jelenik meg. Panni, te mi az, ami miatt még azt mondod, hogy fontos erről beszélni, vagy ne hagyjuk ki? Van-e még neked valami? Én ahogy így mondtam, hogy igen, tehát hogy beszéd, ventilálás, ugye, ahogy Kata is mondta, hogy ennek azért abszolút már önmagában is szorongás oldó hatása van, és én azt gondolom, hogy a beszélgetés, mint közös élmény, mint közös pont, mint közös aktivitás azért elindítja azokat a közös pontoknak a keresését, amelyben talán, és nem tudom, hogy mennyieket tovább itt, de... Menjél szerintem, mert nagyon fontos, szerintem pont azért, mert a nehézségek között megjelent az, hogy de mi van akkor, ha vita lesz ebből, vagy valaki a politikai véleményét kezdi el megosztani, stb. Mi az, ami egy ilyen nehéz és mondjuk konfliktusos beszélgetésnél lehet egy megoldás? Tehát, hogy ugye arról beszélgettünk korábban is Krisztával, meg hogy én nekem azért ez a pontosan azért, mert nekem is volt olyan tanítványom, aki távolról kárpátaljai felmenőkkel rendelkezik, és még a háború kitörése előtt már nagyon relativizálta azt, amit én másképp érzékeltem, és már is elkezdődött abban a 6 fős csoportban egy olyan furcsa beszélgetés, tehát hogy már a különbségek jelentek meg ennek a szituációnak az értelmezése kapcsán. És leginkább ezekből a közös beszélgetésekben, amelyekben van, aki szorong és nem mer megszólalni, van, aki nagyon hangos, nagyon tájékozott, és nagyon el kell, hogy mondja ezeket a szörnyű részleteket, hiszen másképp nem tud meg küzdeni vele. Van, aki távol tartja magát, ahogy Kriszta mondta, tehát hogy rengeteg módon küzdenek abban a nagy csoportban, és ha ezeket a különbségeket vesszük, akkor ebben hajlandóan teremteni borzasztóan nehéz, és egy tanár borzasztóan feszülten is érezheti emiatt magát. Tehát sokkal inkább a közös pontra kell helyezni a hangsúlyt, és jelen esetben én azt gondolom, hogy a közös pont az a béke, a békés együttlét, és ami akár a saját köreikben, akár tágabb körben egy új értelmezést kap, és ahogy mit tudom, én múlt héten volt a víz világnapja, és meg tudtuk azt fogalmazni, hogy nem egyértelmű, hogyha kinyitom a csapot, akkor mindig jön belőle a víz, mert azért elkezdhetünk ezen szorongani, vagy beszélgetni, vagy megoldás. Úgy a béke is egy pontosan ugyanilyen fogalom, vagy ugyanilyen tapasztalat, ami az abszolút hozzászoktunk a ilyen hedonisztikus adaptáció során, hogy az alapértelmezett állapot, hogy meg lehet ragadni azt, hogy mi a napi életünkben, akár napi szinten hogyan tudunk annak örülni, hogy béke van, és már is kivettük ezeknek a különbségeknek a méregfogát, már is egy platformra tudtuk helyezni azokat a gyerekeket, akik számára valószínű, hogy ez egy kiemelt érték. És vissza is térnék arra a válaszadónak. Igen, a kérdőívben volt egy... Fantasztikus volt, nem tudom, hogy itt vagy. Azt köszi, ha megmondod. De ha esetleg a érték, pénz, béke értelmezésben itt van
köztünk az a kolléganő, aki ezt a kérdést föltette az értékekről háború előtt és háború után, akkor az tök jó lenne, ha ő mondaná el, és nem én. Igen. Csak a válasz. Jó, akkor viszont de akkor nincs, köszi, akkor a válasz az annyi volt, hogy a háború előtt valahogy beszélgettek a gyerekekről, a gyerekekkel az értékekről, és akkor egy ilyen beskálázták, hogy mik is a legfontosabb értékek, és hát hogy nem a pénz került úgy legelőre. Majd a háború kitörése után ezt az értéksorrendet újra felállították, és a béke került előre. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan a differenciát, a különbözőségünkben ezeket a közös pontokat kell megragadni, és ez viszont már nem is olyan félelmetes, mint az, hogy most akkor éppen melyik hadszintéren, meg a NATO, meg az EU, meg a nem tudom, mit csinál. Tehát, hogy ez sokkal fontosabb, és sokkal jobban a mindennapok, a hétköznapok szintjén tudom tudatosítani. Nagyon köszi, hogy ezt megosztottad, ez nekem is nagyon tetszett egyébként, hogy milyen érdekesen rátapintott a lényegre. És igen, egy magasabb, egy magasztosabb közös cél, amiért össze tudnak fogni, az összekötheti az esetleg szélsőségesebb véleményeket, képviselő gyerekeket, vagy elsimíthatja akár ezeket a konfliktusokat. Köszi, Helga, hogy megosztottad. Helga betette a chatbe azoknak a cikkeknek a linkjét, amit egyébként a Hintalovonban Katáék készítettek, és ezek a cikkek arról szólnak, hogy hogyan tudunk erről a témáról beszélgetni. Ezek igazából ilyen infografikák, illetve van hozzá hosszabb szöveges leírás is, tehát igen, itt a másik is, nagyon köszi. És szerintem erre menjünk tovább, és amit én itt a hogyan mellett érintenék, az, hogy mi az, amit mondjunk a gyerekeknek, ami megnyugtató lehet, vagy legalább segít a szorongásuk csökkentésében, ezt már részben ki is fejtettétek, de hogy mi az, amit ne, amivel nagyobb kárt okozunk. Jó, és még szerintem egy ilyen 15-20 percünk van még erről beszélgetni, és akkor utána én nagyon szívesen kinyitnám a többieknek is így a beszélgetést. Szóval, hogy mit mondjunk, mit nem mondjunk. Én szívesen kezdem, mert köszi. Ahogy előbb Pani beszélt, akkor még én is visszacsatlakozom hozzá. Ez, ami így erről eszembe jutott, vagy ami még szerintem nagyon fontos, hogy így beszéltünk az érzelmekről, meg beszéltünk a szorongásról, és hogy szerintem nagyon fontos kimondani, hogy tudjuk-e vajon azt, hogy az érzelmeinket nem tudjuk befolyásolni. Szóval ez így felnőttként is szerintem egy fontos állítás az, hogy nem tudjuk. Szóval, hogy az érzelmeink azok jönnek, ha én dühös vagyok, ha haragszom, ha örülök valaminek, akkor a viselkedésemet, amit erre adok, azt tudom befolyásolni, azt tudom alakítani úgy, hogy azzal én ugyan dühös vagyok, és legszívesebben nem tudom, megrángatnálak, de nem foglak, mert tudok már úgy viselkedni, vagy így akár felnőttként, és ezt szerintem fontos a gyerekeknek is elmondani, hogy legalizáljuk az érzelmeket, tehát lehet dühös, lehet félni, lehet most tök nyugtalan, meg dühös erre az egészre, hogy most itt van ez a háború, és akkor emiatt itt beszélgettünk. Szóval egy csomó olyan kontextus lehet, amitől lehet én is tanárként, és te is érezheted rosszul magad, szóval ennek a legalizálás, hogy ez lehet. Az erre adott viselkedés az, amiről viszont fontos beszélni már csak így bullying kapcsán. Mert mi van, hogyha az a helyzet, hogy mondjuk jár az osztályba egy orosz diák, vagy jár az osztályba egy ukrán diák. Szóval, hogy ilyen nagyon biztos, hogy vannak olyan helyzetek, és mondjuk akkor... Vagy lesz, de hogy már vannak, én találkoztam már ilyennel, hogy van egy orosz diák, és kérdezte a tanár, hogy na most, ha beszélgetünk erről, akkor az orosz diák vajon bent legyen, vagy ne legyen bent, szóval egy abszolút gyakorlati kérdés az órán, és hogy azért erre az a tanács, vagy így az ajánlás, hogy legyen ott. Mert hogy külön, nyilván meg kell tőle kérdezni, hogy ez különben szerintem mindenkinek érdemes felajánlani, persze úgy, hogy ne jönnek vele vissza, hogyha valaki úgy érzi, hogy nagyon nem szívesen vesz részt egy ilyen beszélgetésen, akkor ez legyen valahogy jól megoldva, hogy amúgy kimehet a teremből, nem tudom, hogy ezt a gyakorlatban hogy lehet megoldani, csak hogy ennek a
nem biztos, hogy mindenki elbírja, vagy így jól tudja, vagy szeretné egyáltalán ezt így ott bent, mondjuk egy osztályterembe kezelni. Most ennek kapcsán az is eszembe jutott, hogy mit ne, hát biztos, hogy ilyen nagyon traumatizáló részletekig abba, tehát hogy meg kell állni egy bizonyos ponton, hogy milyen mélységig megyünk bele abba, hogy általánosabban persze a háborúról beszélünk, meg a történésekről beszélünk a gyerekekkel, de azért nem nagyon részletekbe menően, meg nem olyan szörnyűségeket, ha lehet, akkor azért azt kívül tartva, mert az nem feladat, hogy itt aztán ilyen terápiás térré változzon az, és nem is lehet jól kezelni szerintem, meg még az is eszembe jutott, hogy tök jó, ha az az ideális helyzet van épp egy iskolában, hogy van iskolapszichológus, van fejlesztő pedagógus, vagy mindenki olyan segítő, aki tud, de hogy azért azt tudjuk, hogy nagyon sok iskola nem, ilyen luxusokkal nem rendelkezik, hogy ilyen külső, vagy nem külső, de hogy olyan segítségeket tudna igénybe venni, legalább tanári szinten, ha nem is osztály szinten, hogy mondjuk bemegy az iskolapszichológus egy beszélgetést levezetni, de hogy legalább, de hogy szóval sok helyen, nagyon sok helyen nincsen, vagy nincs elég kapacitás. De hogy akkor is, tehát hogy akkor is kezelni kell valahogy ezeket a helyzeteket, vagy be kell menni, de nem is tudom, most miért kanyarodtam ide, nem ezt akartam mondani, hanem ja igen, hogy mi van akkor, hogyha az orosz diák van benne a terembe, és hogy akkor is, akkor ne küldjük ki. És én azt mondom, hogy ne küldjük ki, mert hogy olyan dolgot akkor sem mondanánk, hogyha ő nincs ott, ami őt sérti. Tehát, hogy valahogy az, amit a Panni is mondott, hogy ilyen, nagyon alapvető dolgokat le kell szögezni, hogy a háborút elítéljük. Tehát, hogy vannak olyanok, amiben nem vitatkozunk, meg nem az nem lehet ilyen eldöntendő kérdés, hogy valaki azt gondolja, akármilyen hátterű nézetek miatt, hogy erre lehet indok, vagy lehet, hogy nem. Tehát, hogy ezt szerintem mindenki tudja jól képviselni, hogy a háború az egy elítélendő dolog. Hogyha ezt azt érdemes egy kicsit így közelebb hozni a gyerekek napi, tehát, hogy például olyan példával, hogy konfliktusok köztetek is vannak, köztünk is vannak, felnőttek között, és mi, és de hogyha a konfliktusok már átcsapnak verekedésbe, meg nagyon csúnya szavak, trágár szavak egymásnak való vagdalkozásába, azt leállítjuk, az már nincs rendben. Tehát, hogy önmaga, tehát, hogy valahogy ezt is így kapcsolódni ahhoz, hogy nekik is vannak bajaik egymással, meg, és az fordulhatna nagyon, de hogy azt az iskolába is, meg mindenhol leállítjuk, mert az erőszak semmilyen formája nem megengedhető. Se iskolai szinten, se másmilyen szinten. Tehát szerintem ezek is jó, ha így kimondódnak, hogy vannak ilyen alapdolgok, hogy nem jó, nincs ilyen, hogy háború. És hogy a félelemről például beszélgetni, hogy az se egy rossz evolúciós szempontból nagyon hasznos az, hogy félünk, és hogy a félelem az alapvetően minket ment meg attól, hogy olyan helyzetekbe keveredjünk. Tehát, hogy jó, lehet félni, csak... Meg ugye pont a kamaszok azok, meg a nagyon pici gyerekek, akik ezt így ebben így nagyon túl tudnak pörögni, szóval, hogy ezt egy kicsit így szintén így földhöz ragasztani egy kicsit, nem csak a gondolatokat, hanem a félelmeket, hogy azért minek van realitása, meg minek nincs realitása is. De hogy valahogy én azt tudom még így, hogy mi az, mik ilyen jobb gyakorlatok, hogy a saját élethelyzeteikhez kicsit hasonlítani, hogy megfogható legyen, mert akármennyire közel van, mindenki inkább, amikor tényleg találkozik egy menekülttel, vagy te akkor válik ilyen jobban megragadhatóvá, és azért, mert a szomszédban van, azért ebben van nagyon sok ilyen megfoghatatlan rész is, tehát, hogy valahogy ezt leragasztani a saját szintjükre, és hát kibeszélhetővé tenni, vagy ami ugyanoda térek vissza, ahova mindig nek legyen tere. Köszi. Panni? Abszolút Katához kapcsolódnék abban, hogy igen, sajnos tényleg nem mindenhol van erre lehetőség. Olyat lehet csinálni, viszont az nagyon fontos, hogy legyen választási lehetőség, hogy akar-e ilyen beszélgetésekben részt venni, és mondjuk olyan megoldás lehet, hogy tesi és osztályfőnök, vagy töri tanár Lukas órája és testnevelés óra, és akkor egészen megosztani, hogy menjen tesizni, aki akar, és akkor találni egy megoldást, egy olyan tanárral beszélni, aki csak azokkal beszél, akik szeretnének erről beszélni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy kisebb körben tudnak megnyílni és beszámolni az aggodalmaikról és a bizonytalanságaikról. Ami még fontos, hogy ugye
rájuk dől az a gondolat is, hogy egyrészt félünk, meg már lehet, hogy kéne is csinálni valamit, meg mit csináljunk ezzel, és mi pedagógusok nagyon-nagyon nagy elánnal tudjuk magunkat belevetni abba, hogy na akkor mi most fölvesszük az ukrán testvériskolával a kapcsolatot, és most akkor mi mindent fogunk csinálni, és ez fantasztikus. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez tényleg fantasztikus. Viszont megint nagyon fontos azt kiemelni, hogy ez nem egy kell, mert akkor még egy szorongást rá tudunk tenni egy gyerekre, hiszen látja majd úgy is, hogy mi minden történik az iskolájában körülötte, és mégis a csoportnyomás hatására, vagy a csoport szabály megváltozása hatására is meg fogja tenni valószínű azt, amit tőle telik. De az, hogy kötelezően bármit előírni, hogy miben segítünk, és ez így van, az például biztos, hogy nem. Visszatérve tényleg a jó szándék sokszor vezérel minket, hogy nagyon apró részletekbe belemegyünk, hogyha már beszélünk róla. Ugye, ha beszélünk róla, akkor már biztos roppan tájékozottak vagyunk, és már bátran beszélünk, nekünk is szükségünk van a ventilálásra, és akkor mondjuk kamaszokkal, akiknek csillogó szemmel a történelem is érdekli őket, akár túlságosan mély részletekbe is belemegyünk. Ez nagyon fontos, hogy ezt ne tegyük semmi esetre sem, mert ténylegesen nagyon túlterheljük őket. És mondjuk ez például a töri órán jöhet elő, mint probléma, ahol pontosan a szaktanárnak a lelkesedése az így el tud vonatkoztatni ettől a közvetlen veszélytől. Tehát nekem ez a kettő dolog jutott eszembe, illetve annak a kimondása, hogy ez nem politika. Tehát, hogy itt van egy alapérték, ami a háborúról és a békéről szól, és ezt ténylegesen viszont ki kell mondani. Tehát, hogy nem engedni, hogy politikai síkra terelődjön, hanem az, hogy hogy Európában háború van, ez egy olyan hátborzongató dolog, ami 70 évig nem volt, vagy most már sokkal, ma igen. Szóval, hogy ezt kell kihangsúlyozni, és nem engedni semmifajta politikai felhangot hozzá rakni. Köszi. Nekem még most az jutott eszembe, hogy az mennyire fontos, hogy ha ők feszültek, nyugtalanok, félnek, hogy ne úgy nyugtassuk meg őket, hogy hazudunk. Szóval ne mondjunk olyat, amit esetleg számon kérhetnek rajtunk. Nem mondhatjuk ki azt, hogy nem, semmi baj nem lesz. Szóval erre valami más megoldást kell találni. Meg nem bagatelizálhatjuk el természetesen magát a helyzetet. Oké. Nekem még egy dolog jutott így eszembe még ennek kapcsán, hogy az is nagyon jó módszer szerintem, ha megkérdezzük a gyerekeket, hogy nekik mire lenne szükségük, és akár névtelenül, tehát hogy írjanak, hogy milyen aggodalmaik vannak, mi lenne jó, amivel foglalkozol, ami téged most, tehát hogy vagy mélyen érint, vagy nem tudom, hogy legyen erre mondjuk nem csak így explicit válaszolni, hanem akár egy papíron, amit összeszedünk, és aztán ne felejtsünk el rá reflektálni. Szóval, hogy szerintem ez is egy jó módszer, hogy bevonjuk arra, hogy neki van szükségük most. Erről, ez nagyon jó, és erről az jutott eszembe, hogy az érzelmeknek a kifejezése is nagyon sokszor problémát, vagy az saját érzelmek definiálása is problémát szokott okozni, nyilván nem csak a gyerekeknek, és szoktunk mi a workshopokon, a diák workshopokon olyan gyakorlatot csinálni, hogy írják rá egy post-itre vagy egy cetlire azt, amit éreznek, vagy amit gondolnak, és akkor anonim módon tudják ezt megtenni, összegyűjtjük, kiragasztjuk a táblára, és egyrészt nem kellett neki vállalnia a saját érzelmét, mert ez lehet, hogy nehézséget okoz, másrészt pedig egymás mellé kerülhetnek ugyanazok az érzelmek, vagy ugyanazok a vélemények, és akkor már megélhetik azt, hogy oké, ez az én véleményem, vagy ez az én érzésem, és ezzel nem vagyok egyedül. És ez megint csak segíthet elindítani egy beszélgetést. Tehát nem, tényleg nem feltétlenül kell ezt névvel, hanggal tenni
jó, hogyha erre adunk nekik lehetőséget, hogy anonim módon és abszolút a csoportnyomást, hogy mondjam, visszaszorítva mondhassák el a gondolataikat, véleményüket. Jó.